Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, rendhagyó módon egy felsorolást engedjenek meg nekem. Tália, Kamra, Karinti, Radnóti, Tesla Labor, Magyar Színház, Sinkovics Imre Színpad, Vörös Sándor Színház, Egri Színház, Miskolci Kamara Színház, Orlai Produkció, Stúdió K, Nemzeti Színház, Jászai Mari Színház, Új Színház, Gobbi Hilda Színpad, Pécsi Színház, Örkény Színpad, Vörös Marti Színház. Ez a 21. századi teljesítménye Percelenikő dramaturg fordítónak. Tehát jószerűvel bejártuk Magyarországot. Szervusz! Örülök, hogy itt vagy velünk, Székesfehérváron. Szervusztok, igen. Nos, hát ezek azok az állomások, ahol dolgoztál, ahol tevékenykedtél dramaturgként, vagy fordítóként, jelmeztervezőként, és így tovább. Erről fogunk beszélgetni, hiszen ez a 21. század, 2000 óta történt mindez, de nekünk azt kell tudnunk elsősorban, hogy mi történt 2000 előtt, hogy elinduljunk. Honnét volt az indítatás a színházhoz, hogy találtál magadnak hivatást? Hogy indult ez az egész történet egy ifjú hölgynél? Hát, szervusz! Úgy indult az egész, hogy a Budapesten a Toldy Ferenc gimnáziumban jártam, és tulajdonképpen már 10 éves koromban regényíró szerettem volna lenni, és magyar fakultáción Sára Júlcsi, aki párhuzamos osztályba járt, és ugye filmrendező lett a Júlcsiból, ő említette nekem, hogy indul egy színházi dramaturg osztálya a Színház és Filmművészeti Főiskolán, akkor még főiskola volt, és ott a legnagyobb magyar írók fognak tanítani. Nekem fogalmam sem volt arról, hogy mi az a színházi dramaturg. Rengeteget jártunk színházba, ugye a magyar fakultáción nagyon komoly irodalmi zsizsgés volt, és így bátran megpróbáltam érettségi mellett a felvételit, és egyből sikerült. Radnai Anna Máriát hadd idézzem neked, ugye ő azt mondta, a dramaturg az a szakember, aki a hatásért felelős, aki felméri, hogy milyen hatást kíván elérni egy előadás, milyen út vezet el odáig, aztán felismeri azokat az akadályokat, amelyek eltéríthetik a produkciót. Ez kivonatosan csak, de hogyan lehetett, kik voltak a mestereid, hogyan lehetett ezt megtanulni, hogy ezt el is érd? Hát Radnai Anna Mária volt például az egyik mesterem, de még előtte az egyetemen a dramaturg képzés, akkor a rendszerváltás után még 5 évente volt, tehát 5 évente indult egy új osztály. Osztovics Levente és Babarczi László volt a két osztályfőnököm, mi egy kísérleti osztály voltunk, dramaturgokat és rendezőket egybe raktak. Keszég László, például Almási Tóth András, ők is így lettek az osztálytársaim. A legnagyobb mestereim Osztovics Levente, Fodor Géza tanár úr, akitől a legtöbbet tanultam, Spíró György, Kornis Mihály, tehát tényleg óriási mestereink voltak, Györfi Miklós, és aztán Radnai Anna Mária volt a Osztovics Leventének a tanársegédje, így az egyetem elvégzése után hozzá jelentkeztem színházi gyakorlatra, akkor a Radnóti Színházban dolgozott, és így indult az egész. Miként kapcsolódott a nyelvtanulás, hiszen nyilvánvaló, hogy dramaturgként is teljes életet élhet az ember fia, ugyanakkor te ezzel nem elégedtél meg. Igen, hogyha nem vettek volna fel dramaturg szakra, akkor magyar-német szakra is jelentkeztem a bölcsészkarra, de a német nyelv az régi nagy szerelmem. Solymáron nőttem fel, tehát 6 éves korom óta tanulok németül, jártam a Schwab néptánc együttesbe, hagyományőrzés, stb. És kortárs német drámába beleszerettem, már az egyetem alatt nagyon sokat jártunk ki Berlinbe, Bécsbe előadásokat nézni, és hoztam az a darabokat, megismerkedtem kint kortárs drámaírókkal, és valahogy teljesen magától értetődött, hogy jó viszonyba kerültünk, elkérem tőlük a darabot személyesen, küldik a legfrissebb darabokat, és így jött ez az egész. Aztán úgy alakult, az élet úgy hozta, hogy elkezdtem ifjúsági és gyermekkönyveket is fordítani, amiről tényleg álmodni sem mertem, hogy ilyen örömben lehet részem valaha. Ez egy folyamat nyilvánvaló a dramaturg munkája, hiszen a felsorolás is azért volt, hogy a dramaturgot, a jó dramaturgot keresik. Nyilvánvaló a rendezők, keresik a színházak. Melyek voltak azok a lépcsőfokok, amelyeket meg kellett lépned?
hiszen nagyszerű színházakban dolgoztál, különleges darabokat kellett színpadra állítanotok. Voltak-e kulcspillanatok? Igen, azt gondolom, három ilyen kulcspillanat volt. Az egyik, amikor Kecskeméti Színházhoz kerültem az egyetem elvégzése után 1997-ben, és ott voltam, ott éltem meg az első úgymond igazgatóváltást, milyen az, amikor leáldozik egy korszak, és jön egy új korszak, és menni kell. Ezt egy életre eltettem magamban, hogy nem kell félni a változástól, meg attól, hogy menni kell tovább. A másik, a legfontosabb kulcspillanat az a Nemzeti Színház, az új Nemzeti Színház volt, amikor Jordán Tamás lett az igazgató, és Duró Győző, Upor László és Hanvai Kornél meghirdettek egy dramaturgálást, amire szerintem se előtte, se azóta nem volt példa Magyarországon, hogy nyilvánosan meghirdetnek egy állást, amire lehet pályázni. És nagyon sokan pályáztunk, és rám esett a választás, és az az 5 év, amit együtt töltettem velük, meg Jordán Tamással, meg azzal a nemzeti társulattal, amiből ugye sokan itt vannak a Fehérvári társulatnál, az nagyon meghatározó volt számomra. Úgyhogy nem estem kétségbe, amikor az Alföldi Robert vezette színház után is fel kellett állni, tovább kellett menni. És a harmadik kulcspillanat, amikor úgy döntöttem 6 évvel ezelőtt, hogy ott hagyom a budapesti színházi életet, veszek egy nagy levegőt, és lejövök Fehérvárra. 2015-öt írtunk, de még mielőtt erről beszélnénk, a fontos kérdés, színház maga, igazgató, rendezők, darabok, dramaturg. Ez nyilván nem sorrendiség, de számodra melyek a meghatározó elemei egy színháznak? Tehát fontos az, hogy ki az igazgató, ki rendezi azt a darabot, illetve mennyire von bele dramaturgként a munkába, a darab választásba? Ezek a legfontosabb kérdések. Tehát, hogy ki az igazgató, milyen légkört, milyen alkotó munkafeltételeket teremt a színházban, milyen társulatot szervez a színházban, szerintem ennél nincs is fontosabb. A másik, jó esetben, hogyha van egy nagyobb dramaturgia, milyen a dramaturgia összetétele, milyen emberekből áll, milyen szakemberekből és milyen emberekből, ez nagyon fontos, ezért volt kiemelkedő a Nemzeti Színház a 4 fős dramaturgiával, aztán az kiegészült Kesztei Kingával, és utána pedig nagyon fontos, hogy meghallgassák az ötleteimet. Ez például Fehérváron nekem egy óriási nagy élmény, hogy elolvassák a rendezők, a vezetők azt, amit mondjuk találok, vagy elküldök nekik, nyitottak mindenféle őrültségre. Én még soha nem találkoztam ilyen őrült igazgatóval, mint Szikora János, aki egyszer csak azt mondja, hogy mutassuk be Murakami Harukinak a Kafka a tengerparton. Tehát minden, meg hogy irassunk új színeket az ember tragédiájához. Tehát ez a fajta őrültség és nyitottság, az számomra nagyon fontos, és hogyha ez nincs meg, akkor belekeseredik egy dramaturg. Nagyon sok olyan kollégám van, aki hiába olvas külföldi darabokat, írja a szinopszisokat, hogyha nem talál egyszerűen meghallgatásra az ötlete, abba bele lehet fásulni. Te fogalmaztál úgy, hogy egy dramaturg folyton olvas és megszállottan keres. Ez a megszállottság sokat segít abban, hogy egy színházat bizonyos értelemben, ha úgy tetszik, a saját képedre formáld dramaturgként. Hát szerintem... Egyáltalán erre szükség van? A saját kép, nem tudom, mert én nagyon visszahúzódó ember vagyok, én sosem szeretek így előtüremkedni, de az biztos, hogy a mániáimat, meg a megszállottságomat, azt itt ebben a színházban értékelik, és szerintem megszállottság nélkül nem lehet színházat csinálni. Az igen, az nagyon fontos, hogy egy dramaturg ismerje a rendezőt, akinek keresi a darabot, és ne akarja megerőszakolni egy olyan darabbal, ami nem neki való. Tehát szerintem ez az empátia, meg a pontos emberismeret, az nagyon fontos tulajdonságunk. Még egy pillanatra térjünk vissza, hiszen
említetted azokat a könyveket, én felírtam magamnak, ugye az Olvasol nekem, az a tiéd, ugye történetek elalváshoz, mesekerékkel, ezek gyermekekhez szólnak, de szerintem annál fontosabb nincs, hogy felépítsük a fiatalokat, hogy aztán színházbarátok legyenek későbbiekben, a Csillagtartél, Tallérok, aztán a Rossz Csont Rodrigo és Filkó a fegyverhordozója, a Pötyi és Anton. Ezek milyen állomások voltak az életedben? Ez egy nagyon-nagyon fontos állomás az életemben, amikor ide lejöttem Fehérvárra, akkor lett a kisfiam elsős. Tehát én mindig úgy számolom, hogy ő most hatodikos, én is hatodikos vagyok a Fehérvári Színháznál, és elkezdett vízilabdázni, ami azt hozta magával, hogy hát minden nyáron 7 hetet végigülök az uszodában, annyi az edzőtábor, és ezt az időszakot, amikor mondjuk nincs színház, mondjuk éppen nincsen világjárvány, hanem békeidő van, nincsen színház, mégis szeretnék valami értelmeset csinálni ez alatt az idő alatt. Így kaptam egy próbafordítási lehetőséget a Móra kiadótól, és azóta gyakorlatilag már az 5. gyerekkönyvet fordítom. Mindegyik elképesztően gazdagította hát, hogyha szabad így mondanom, a dramaturgi tevékenységemet is, mert ugye a színdaraboknál főleg élő beszédet fordítok. Tehát felnőtt emberek beszélgetnek egy színdarabban, és a gyerekkönyvekben meg egészen más utazást kell tenni, ugye egyrészt a nyelvi rétegei miatt, másrészt a prózai fordítás miatt, úgyhogy azt gondolom, hogy tökéletesen kiegészíti egymást a kettő, és nagyon nagy élmény kézbe fogni egy ilyen könyvet. Arról nem is beszélve, hogy én már annyira megszoktam a furcsa munkakörülményeket, én mindig azt mondom, hogy egy dramaturg, meg egy fordító elképesztő helyeken tud dolgozni. Tehát az, hogy a lelátón egy vízzel áztatott füzetbe írom fel a nyelvi leleményeket, vagy egy szaunában gondolkozom azon, hogy mi a jó megoldás, hogyan kéne elnevezni azt a fura nevű német szereplőt, vagy vonaton leföl, szóval elképesztő helyeken tudok fordítani, amikor aki lát, az azt hiszi, hogy én csak úgy bambulok magam elé, vagy firkálgatok a füzetbe. Egyébként ez személyes tapasztalatom, hogy a magyar nyelv csodája segít ahhoz, hogy például Grimm olyan csoda legyen, lehet, hogy eredetiben nem is olyan, mondom én. Uh-huh. De ugye hát ezt te jobban tudod, hiszen ezt a 23 mesét, amit fordítottál, az azt hiszem, hogy ma is példa erre. Na egy kicsit, akkor menjünk vissza a színházhoz, mert ez engem érdekel, hogy ugye beszéltél a színészekről, beszéltél a rendezőkről, akkor a rendezőkkel folytassuk. Ki a jó rendező egy dramaturg számára? Mennyire von bele a munkába? Hogy lesz teljes egész? Hogy lesz kerek? Hogy nem érzed, hogy lám-lám már megint kétségbe esettem, mert azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág? Hát egy dramaturg számára az a jó rendező, aki mondjuk kíváncsi a dramaturg véleményére. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy csak ilyen rendezőkkel dolgozhattam. És azt hiszem, hogy a Fehérvári Színház ebben is különleges. Tehát Hargita Iván, aki egyébként ide hívott 2015-ben, ő vele is, Horváth Csabával is, Szikora Jánossal is, csak olyan élményem van, hogy nyitottak a színdarab ötletekre, és nyitottak a példánykészítés során. Hát nagyon nagy, komoly munkákat végeztünk itt. Hát én el se tudom mondani, hogy Jánosnál mennyit ültem a Budaörsi házukban a Trianon szövegkönyvet rakosgatni jobbra-balra jeleneteket, szereplőket, évszámokat. Tehát itt komoly nyitottság van, és értelmes munka. Kellően elvarázsoltak, Bagó Bercit se hagyjuk ki belőle. Bagó Bercit nem hagyom ki belőle, csak neki van állandó dramaturgia, Tusni András, kollégám, tehát Bercivel nyilvánvalóan ő dolgozik. Ugye azt megtapasztalták a színházrajongók itt Fehérváron, hogy ez a csapat egy olyan csapat, ami újat hoz, de azért a klasszikusokat sem feledi. Nos, 2015-ben járunk, mi fogadott itt? Hiszen tehát hívtak. A szíves invitálás pedig nyilván egy olyan munkát sejtett a következő időszakban, ami teljes embert kíván.
Hát először vendégként voltam itt Iván hívására, a Félkegyelműt rendezte, abból Ivánnal ketten készítettünk színpadi adaptációt, és aztán végül is 2016. augusztus 1-től vagyok itt állományban, akkor pedig a Brian Friel Turgenev apák és fiúk fordítását és feldolgozását hoztam a színháznak, amit Bagó Berci rendezett meg, csodálatos előadás lett belőle, és tulajdonképpen nagyon sok ismerős arccal találkoztam, akikkel, hát nem is tudom, Sági Tamással, Egyed Attilával még a kecskeméti pályakezdő éveimben voltunk társulati tagok, aztán itt volt ugye a Nemzeti Színházból rengeteg ember, utána Trokán Péter is csatlakozott, akivel ugye 2003-ban lettünk társulati kollégák a Nemzeti Színházban, úgyhogy azt éreztem, hogy hát Varga Gabival együtt jártunk a főiskolára, de csupa új, és még több régi arc fogadott. Tehát ez egy folyamat volt nyilvánvaló. Igen. Hol tartott akkor a Vörösmarty Színház, illetve van-e rálátásod arra, hogy mennyit változhat egy színház egy új társulattal, hiszen azt látjuk, hogy rengeteg fiatal tehetség mellett megérkeztek a nagyok, ha úgy tetszik, a legendák, Gáspár Sándor társai, Varga Mari, nem sorolom, de nagyon-nagyon sokan, és úgy tűnik, hogy kitartanak, hiszen Idestova ugye 2012-ben kezdődött a Szikora éra, és úgy tűnik, hogy 2021-et írunk immáron a némi változásokkal, de azt hiszem, hogy legendás darabok születtek. Ez hogy látod belülről? Ez nagyon érdekes, már mindig van egy kis félelem, hogy majd elcsábítják a Tóth Tildit, vagy elcsábítják a Gáspár Sándort, vagy elcsábítják a Varga Marit, és ők hihetetlen hűséggel nem csábulnak el. Pedig én sejtem, hogy sok ajánlatot kaphatnak fővárosi színházaktól, és valószínűleg az az oka, a Tóth Tildi is mindig lenyilatkozza, meg Gáspár Sándor is, hogy egyszerűen olyan színvonalas munka folyik itt, és ami ennél jóval több, olyan a társulat, hogy nem lehet elhagyni ezt a társulatot. Egyébként nekem sem volt még ilyen élményem, hogy van egy társulat, ahol soha nem volt klikkesedés, nem jellemző, tehát mindenben egységesen állunk fel mindenféle kérdés kapcsán, mindent meg lehet beszélni, tehát azonnal lehet utat találni a vezetőség felé, vagy olyan társulattal se találkoztam, aki tényleg, amit mondtam az őrültségre, hogy bármilyen őrültségben benne van, tehát a legnagyobb vállalkozásokban benne vannak, mosolyogva, jókedvűen. És ez megerősítés. És ez megerősítés, és azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk az első ilyen, tehát mondjuk, amiben én dolgoztam először Horváth Csabával, a Carmen, tehát ahonnan a Carmennel kapcsolatban először ugye féltünk, hogy mégiscsak az egy nagy vállalás volt a társulat és Csaba részéről, hogyan fogadja a közönség, és ahhoz képest, ameddig eljutottunk most az ember tragédiáig, az egy nagyon nagy utazás volt a nézőkkel együtt, akik jöttek velünk. Én is így látom, illetve így hallom. Viszont az elismeréshez hozzátartozik, hogy immáron 10 esztendeje, hogy megkaptad a Bálint Lajos Vándor gyűrűt. Ez is egy különleges pillanat, és akkor még a 2015-ös Csukás István díjról nem is beszéltünk. Mit jelent ez számodra? Hát a Bálint Lajos Vándor gyűrű az a legkedvesebb számomra, mert ugye azt kollégák adják, és mindig az a legértékesebb, mert ők tudják igazán, hogy mit dolgozik a másik. Ugye ez mindig egy nagyon-nagyon furcsa kérdés, mert mi dramaturgok nem látjuk egymást munka közben, hiszen egy produkcióban egy dramaturg dolgozik, de rengeteg olyan projektünk van, amit közösen csinálunk. Egyébként itt a reklámhelye. Februárban, 2022. februárjában a Nyílt Fórum idén a Fehérvári Színházban lesz az első fordulója egy ilyen hosszú hétvégén, ami szerintem nagyon nagy esemény lesz. Úgyhogy a Csukás István díjat pedig Őze Áron alapította, ugye akkor éppen a Magyar Színházban voltam egy évadot, és az is nagyon kedves számomra, mert akkor ismertem meg Csukás Pista bácsit, akivel ugye végül is sikerült együtt dolgoznunk. Nem véletlenül
illesztettem erre a pillanatra, hiszen kell, hogy beszéljünk a kapcsolatotokról, ennek köszönhetjük a diótöröcskét is. Ugye azt már tudjuk, hogy 2018-ban már felvetődött a lehetősége, de azért nagyon jó, hogy bemutathattuk, bár azt hiszem, hogy a koronavírus járványnak köszönhetően ez egy kicsit késett, kicsit csúszott, de nem baj, mert hogy aki látta, az felsőfokban beszél róla, nem véletlenül. Beszéljünk egy ilyen munkakapcsolatról, hiszen Csukás István legenda volt, legenda most is, hogy már nincs köztünk sajnos. Hát igen, Csukás Pista bácsival 2018-ban kezdtünk el egyáltalán arról beszélni, hogy írna valamit számunkra, és kivételesen nem egy sufniba akartuk száműzni a kortársírót, hanem, ahogy már megszoktuk Fehérváron, rendes, nagy színpadi színdarabra kértük fel, zenés mesejátékra, és sokat beszélgettünk arról, hogy mi legyen az a klasszikus mű, vagy új mű, amit mondjuk átdolgozna, vagy feldolgozna szívesen, és végül a diótörőre esett a választás. Aztán, hát nem is tudom, másfél évig jártam hozzá dolgozni a szövegen, meg egyáltalán dolgozni a karaktereken, hogy milyen karakterek maradjanak benne, mikor játszódjon pontosan, legyen-e karácsonyi, kötődjön-e csak a karácsonyhoz, vagy elő lehessen venni az előadást bármikor az évad folyamán. Úgyhogy ez egy nagy hosszú munka volt, és nagyon sajnálom, hogy nem érhette meg Pista bácsi a bemutatóját. Óriási kihívás volt mindenképpen, annál is inkább, hiszen olyan munkatársak, színházi munkatársakkal került ez a darab színre, mint Kerkai Rita, akinek azért valljuk meg, bár láttuk rendezéseit kis színpadokon, hogy azért voltak kétségei az ember fiának, aztán ugye Matkó Tamás és a többiek, Kádas Jöci, tehát hogy lesz ebből valami, és nem csak, hogy valami született belőle, hanem én azt gondolom, hogy egy legendás előadást köszönhetünk neki, ami nem csak gyermekeknek szól, azért azt tegyük hozzá, ez tudatos volt egyébként, majd erről egy kicsit beszéljünk, hanem nagyon is én kötelezővé tenném ebben a felgyorsult 21. században nem néhány, hanem nagyon sok felnőttnek, hogy nézze meg. Ez így van. Hát Kerkai Rita is az őrültek közé tartozik, akiket ezért szeretek nagyon a Fehérvári Színházban. Rita egy elképesztően sokoldalú művész és színházi tehetség, és mindig viccelődve mondom neki, hogy kívánom neki, hogy egyszer úgy rendezzen egy darabot, hogy van saját díszlettervezője, van saját jelmeztervezője, és ő csak a rendezéssel foglalkozik, mert ugye eddig ez még nem adatott meg neki, tehát ő egy elképesztő heroikus munkát végzett azzal, hogy a díszletet is, a jelmezeket is ő tervezte, ő nyomtatta, ő ragaszgatta föl a saját tervei alapján, és azt gondolom, hogy az ő varázslatos lénye megjelenik a színpadon, és ezért külön hálás vagyok Szikora Jánosnak és a vezetőségnek, hogy ők hittek abban, és nem azt mondom, hogy kvázi kényszerítették a Ritát, hogy ő tervezze, de mégiscsak arra voltak kíváncsiak, hogy a Ritának az elképesztő varázsa, meg a fantáziája, meg a képzőművész énje, az hogyan jelenik meg nagy színpadon. Tehát igazuk volt, igaz, hogy Ritának ez nagyon-nagyon sok munkával és megfeszített próbaidőszakkal járt. Matkó Tamás szerintem pillanatokon belül egy világhírű zeneszerző lesz, és amit művelt Pista bácsi verseivel, az egészen frenetikus. Úgy tudta megragadni a világát, a zenei világát az előadásnak, hogy nem egy infantilizáló gyerekelőadás született belőle, hanem most már ugye tudjuk, mert láttunk sok gyerekközönséget, mint egy rockkoncert. Tehát itt slágerek születtek, teljesen magával ragadja a gyerekeket, csápolnak a nézőtéren, fölállnak, táncolnak rá. Szóval ennél több nem kell az embernek. Ezt magam is tapasztaltam, és hogy mennyire így van ez. Dobri Danival, aki most ugye az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője, beszéltünk
erről a darabról, illetve a zenéről ámult bámult. Ugye uh-huh. előtte 8 esztendeig volt ugye a Vörösmarty Színházban uh-huh. zeneszerző. Bocsánat, és akkor arról még nem is beszéltünk, ugye, hogy a fehérvári színészek egyben zenészek is. Tehát ez az előadás Kisdia, Kricsár Kamil nélkül, akik fantasztikusan zenélnek, fuvoláznak, gitároznak, ugye többiek is énekelnek, tehát valami hihetetlen tehetséges csillagok állása. Frigyes fiadnak, akiről még nem beszéltünk, igen. megmutattad már? Frigyes fiam itt volt a premiéren, épp egy vízilabda meccsről vágtáztunk lefelé. Nagyon tetszett neki, meg ő sokat járt velem Pista bácsihoz. Hát ugye ott volt egy nyár, amikor nem igazán tudtam mindig hova tenni, amikor Pista bácsi telefonált, hogy akkor másnap 11-kor találkozunk, természetesen jött velem, úgyhogy ő sokszor ott volt nála, amikor felolvasta a frissen gépelt jeleneteket. A művészlélek? Ő művészlélek, egyébként kórusiskorába jár, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolába, és hegedül. Tehát ő szerintem ő a világ egyetlen balkezes hegedű művész vízilabdázója. Hát a csupa-csupa tagóda azért az megtette a hatását. Igen, igen. Hiszen oda járt a gyermek. No, ezt onnan tudod? Hát olvastam valahol, igen. és nem felejtettem igen. el. Viszont továbbra is akkor beszéljünk a színházról, térjünk vissza. Én azt gondolom, hogy tényleg sajnálhatjuk, hogy Csukás István nem élhette meg ezt az ősbemutatót, de van-e hogyan tovább? Hiszen nyilvánvaló, hogy vannak terveid egyik oldalról fordítóként, másik oldalról szerzőként, harmadik részt pedig dramaturgként is olyan feladatok várnak, amelyek azt hiszem, hogy kiteljesednek most is, vagy a jövő esztendőben. Van-e olyan, amire különösen vágysz, vagy amin már dolgozol? Hát igazság szerint mindig vannak ilyen nagyra törő terveim, de most ami a közeljövő nagy feladatai, vagy amik lázban tartanak, az pont a Diótöröcskének az utóélete. Szeretném, hogyha minél többen láthatnák. Tehát december 12-én tervezünk egy családi napot, és ebből is szeretnénk hagyományt teremteni, hogy megvendégeljük a közönséget, és a délutáni előadás után egy komplex kézműves foglalkozás, kulisszajárás, a Móra kiadóval közösen megjelentetett kötet dedikálása, ugye Pista bácsi helyett a színészek fogják dedikálni, tehát szeretnék most ilyen komplex színházi élményekben gondolkodni. És ezen túl, hiszen itt van az év vége, nyilvánvaló, hogy 2022-re is egy színházi szakember már készül. Hát mi folyamatosan készülünk, ugye mindig, bár a világjárvány egy kicsit közbeszólt, kicsit átalakította a dolgokat, ez is nagyon érdekes, hogy a szempontrendszer átalakult, tehát hogy milyen soha nem gondoltam volna, hogy meg nem volt, ugye a főiskolán is csodálkoztunk volna, hogyha valaki egyszer azt mondja, hogy most az új szempontrendszer az, hogy kevés szereplős, vidám, távolságtartós darabokat kell keresni, amiket be tudunk mutatni a világjárvány alatt. De ezt félretéve tényleg mindig meg kell újulni, mindig spontánnak kell lenni, és mindig nyitottnak a kihívások felé. Az biztos, hogy az álmaimban sok könyv szerepel még, akár megírandó, akár fordítandó. Nos, akkor Enyedi Évával búcsúzzunk, és azt kívánom neked, hogy bár minden színész beleszólhat a dramaturgiai kérdésekbe, mindenki egyszerre ki lehet kint és bent, én azt kívánom, hogy te maradj bent nekünk, mert hogy a Vörösmarty Színház kivételesen fontos nekünk itt Székesfehérváron. És Enyedi Évát külön köszönöm, mert ő az egyik legjobb barátnőm, és egyben futó dramaturgtársam. Úgyhogy mi futás közben szoktuk megvitatni a nagy szakmai kérdéseket. Köszönöm, az abszurditás felszabadít, teszi hozzá. Köszönöm. Legyen így, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem a Vörösmarty Színház dramaturgja Perce Lenikő volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!